21. alkalommal rendezték meg május 21-én és 22-én a Kistarcsai napokat, a város legnépszerűbb eseményét. Az utóbbi években azzal tették még vonzóbbá a rendezvényt, hogy előtte kétnapos iskolák közötti vízilabda és úszóbajnokságot szerveztek. A Kistarcsai úszodában a sulipóló versenyen a leendő keszthelyi Riták, Kis Gergelyek mutatták meg tehetségüket. 6 éve vízilabdázom, én az első 2 évben még csak úsztam, és utána kezdtem el komolyabban vízilabdázni. Hol kezdted a vízilabdázást, és most hová jársz edzésre? Itt Kistarcsán kezdtem el vízilabdázni, és most ide járok, és mellette még Pesten van egy ilyen lányedzés, ahova járok. Mi az, amit szeretsz ebben a sportban? Miért döntöttél úgy, hogy ezt szeretnéd csinálni a szabadidődben? Nekünk a családunkban is már majdnem mindenki vízilabdázik, onnan is jött ez az ötlet, és szeretek úszni, szeretem a vizet, meg a labdát, és ez így az egész. A későbbiekben gondolkozol-e azon, hogy a vízilabdával komolyabban foglalkozz? Igen, de a tanulás az egyelőre még fontosabb. A nyáron megyek is egy ilyen olyan edzőtábor lesz, ahova a korosztályból azok a lányok mennek, akikből jövőre majd egy válogatottat csinálnak, és megyünk majd ilyen nemzetközi játékokra. Ez a 3. sulipóló rendezvényünk, ami kapcsolódik a Kistarcsai napokhoz. Ez igazából egy nagyon régi, hagyományos verseny, iskolásokat megmozgató verseny, amihez csatlakoztunk most 3 éve. Ha jól emlékszem, legalább 25 éve indult el egy ilyen kezdeményezés, hogy amatőr gyerekek, akik nem járnak edzésre, azok is részt vehessenek ebben a nagyon szép játékban. És most 3 éve csatlakoztunk mi is be. Ez igazából a Diákolimpiának egy területi versenye, amit a Magyar Vízilabda Szövetség támogat. Ebben az évben a térség mely iskoláiból és milyen korosztályú gyerekek érkeztek a versenyre? Idén 2 korosztályt hirdettünk meg, a 3.-4. osztályosoknak, illetve az 5.-6. osztályosoknak van külön versenyük. Térségből Kerepes, Csömör, Kistarcsa, Isaszeg és egy gödöllői csapatot hívtunk el. Így az egyik korosztályba Isaszeg, a másik korosztályba Gödöllő versenyez. 4 csapat van egy korosztályban, és körmérkőzést játszanak. Most jöttünk egy meccsből, amit 7-5-re nyertünk, és most lesz egy meccsünk, amit muszáj megnyerni, és akkor a kis korosztályban elsők is lehetünk. Másodikba lettünk 3., harmadikba másodikok, és idén szeretnénk elsők lenni. Mióta jársz vízilabdázni, és hol szoktál edzeni? Hát én igazán nagyon nem szoktam edzeni, én úszásra járok, és a BVSC-be gondolkodom a vízilabdán. Most egy negyed évvel ezelőtt egy kicsi időre abba hagytam, de most újból visszajöttem, és most szeretnénk első lenni, és így van vele, gondolom, az egész csapat is. Kik azok, akik segítenek itt helyben a szervezésben, kik vezetik a meccseket, kik koordinálják a gyerekeket? Nagyon nagy munkája van a testnevelőknek, akik egyrészt a csapatokat megszervezték, összeírták, hogy kik jöhetnek. Természetesen a fuvarozással ide hozták őket, tehát összefogják. Ez ugye az iskolába okoz általában gondot, hogy ki helyettesít, stb. Helyben pedig a úszoda dolgozói megint csak, meg az én egyesületemnek, a BUK egyesületnek az edzője, a Schneider Krisztián, ő a bíró, és a úszómester kislány, ő segít a jegyzőkönyvvezetésbe, úgyhogy így hozzuk össze a tornát.
Amióta bevezették a mindennapos testnevelést, ugye azóta heti 5 órában kell biztosítani a gyermekeknek a testnevelés órákat, de természetesen előtte is nálunk mindig is a pedagógiai program része volt, hogy a tanórák, testnevelési tanórák heti 1 tanóra ki van váltva itt az uszodában. Tehát hál' Istennek, amióta az uszoda megépült itt Kistarcsán, ennek komoly hagyománya van. Nagyon sok gyermekünk, sok tanítványunk sportol is itt, akár triatlonista, akár úszóedzéseken, vagy pedig vízilabdáznak is többen. Úgyhogy nagyon komoly, szoros szakmai kapcsolat van a Simándi iskola és az uszoda között. A verseny végén a győztes csapat tagjai kapnak egy-egy pólót, amit a Vízilabda Szövetség ajánlott föl. Az első 3 helyezett éremdíjazásba részesül, ezen kívül pedig minden résztvevő egy nagyon szép oklevelet fog kapni a versenyen való részvételért. A Simándi iskola úszóbajnokságán az is kiderült, hogy az Európa-bajnokságon bravúrosan szereplő magyar úszók, például Kapás Boglárka vagy Cseh Laci teljesítménye a nebulók számára is ösztönző volt, sőt a testnevelő tanáré is, hiszen ő az 56-szoros válogatott ifjúsági Európa-bajnok labdarúgó Kovács Kálmán. Az iskolába szerettük volna megmozgatni, ha már minden évfolyamon úszást oktatunk hetente egyszer, akkor azt gondolom, hogy érdemes azokat a gyerekeket, akik a legjobbak az évfolyamon, azokat egy versenyre kihívni, és elég szépen el is fogadták ezt a meghívást. Minden évfolyamból indítottunk 5 főt gyorsúszásba, hátúszásba, mellúszásba, és ez természetesen a fiúknál is fiú-lány csoportok voltak. Azt gondolom, hogy jól sikerült versenyeket, kimondottan színvonalas versenyeket is láthattunk, illetve láthattuk azt, hogy kiűztük versenyszerűen, és annak egy kis előnye volt. Körülbelül egy 200 gyereket sikerült megmozgatni, azt gondolom, hogy egy 850 fős iskolában a 200 fő az egy jelentős rendezvénynek számít. Az első 3 helyezettet volt szerencsénk éremmel díjazni, a 4.-5. oklevelet kapott. Az a nap azért a sportról szólt, és azt gondolom, az úszás egy fontos része a sportnak.